Találják meg a boldogságot, az oltalmazó szerelmet, mely pihentet és az egekbe repít, a megértő szeretetet, amely nem mérlegel, az egyenes tartást, amellyel önmagunkat és társunkat vállaljuk, a simogató kezet, mely vigasztál, ha bánat ér. Őrizzék meg a szebb jövőbe vetett hitet, őrizzék meg emberségüket, egymás iránti ragaszkodásukat. Andrea kijelenti-e, hogy az itt jelenlévő Döme Gáborral házasságot köt? Igen. Döme Gábor kijelenti-e, hogy az itt jelenlévő Jójárt Andreával házasságot köt? Igen. Megállapítom, hogy Jójárt Andrea és Döme Gábor Magyarország polgári törvénykönyve értelmében házastársak. dolog, amelyet az ő életük kapcsán megtanultam, amely számomra abszolút pozitív példa. Édesapám, édesanyám 48 évvel ezelőtt házasodott össze, és mindig a mai napig, együtt vannak, jóban, rosszban. Ez egy olyan pozitív példa mind a mai napig számomra, amelyre jó visszagondolni, és tudom, hogy az ő összetartásuk, az ő szeretetük, az milyen hatással volt van ránk mind a mai napig. Tudtam, hogy csak az alkalmat, az időt kell megvárni, hogy valójában egyszer majd mi is kiválasztottammal, párommal, kedvesemmel összeházasodhassunk. Hát azt kívánom, drága édesanyám, drága édesapám, hogy legalább még 30-40 évig együtt ünnepelhessünk, és elmondhassuk azt, hogy akár a 70 éves házassági évfordulókat is megélhettétek. Köszönetet szeretnék mondani másodszorban drága páromnak, kedvesemnek, immár ifjú feleségemnek, Andreára. Miért is? Tudjátok jól, hogy nem vagyok hétköznapi ember. Semmilyen szempontból. Az, aki engem ennyi időn keresztül el tud viselni, aki ennyi időn keresztül kitart mellettem, aki ilyen támogatást ad nekem, mint amelyet Andrea, valóban szintén nem hétköznapi ember. Hiszen látom saját környezetemben, hogyha valaki horgászkodja, akkor nem hogy engednék, hanem még húzzák visszafelé. Zsónyája mosolyog rajtam kívül. Igen, de nem egyszerű emberek vagyunk mi, ezzel szemben Andrea, drága feleségem, mit mond? Apa, menjél nyugodtan. Vagy ha horgász teljesen elmegyek, mit mond? Apa, te fogsz nyerni. Ez egy olyan hihetetlen megnyugvás, olyan hihetetlen segítség számomra, amely elmondhatatlanul nagy értéket jelent nekem. Tulajdonképpen itt is mondhatnám közhely, hogy minden egyes sikeres férfi mögött van egy erős nő. De ez nem közhely, ez a valóság. Hogyha nem lenne mögöttem, ha nem állná sarad, szó szerint minden szempontból, ha nem nevelné, óvná, védeni gyermekeinket, közös gyermekeinket, akkor én nem tudnék ilyen hatékonyan akár horgászni, nem tudnék akár ilyen hatékonyan üzletet építeni, nem tudnék a mindennapjaimra 100%-ban koncentrálni. Tehát úgy gondolom, hogy az a legkevesebb, hogy azzal köszönjem meg ezt a kitartást, ezt a szeretetet, ezt a hihetetlen odaadást, amelyet az elmúlt 20 évvel tapasztaltam, hogy elvettem feleségül.